Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök gazdasági magazin műsorunkat látják. Megtorpant az ingatlan piac, erről számolt be tévénknek Kovács László ingatlanos. Csökkentek a lakás és házárak, mellyel egy időben jelentősen nőtt a kínálat is. Jelenleg akár 2 millió forinttal kevesebbért is találhatnak új gazdára ingatlanok. Újszerű, tágas, felújított, csendes és jó elhelyezkedésű, barátságos ház is megtalálható a jelenleg is élő ingatlan hirdetések között. Az elmúlt évben drasztikusan emelkedtek Kalocsán és környékén az ingatlan árak, melyeket elsősorban a Paks 2 fejlesztés és a befektetők megemelkedésével magyaráztak. Most azonban csökkenés érezhető az árakban, akár 2 millió forinttal is mérséklődhet egy-egy lakás vételára. Az elmúlt másfél évben jelentősen felpörgött Kalocsán az ingatlan piac, környékén is, de azért igazából a városa jellemző. Mindent keresnek, továbbra is mindent keresnek, de részben a nyárnak köszönhetően, részben a kereslet csökkenésének, valamilyen mértékű csökkenésének, azért nem olyan intenzíven, mint az év elején és tavaly. Ez abból is látható, hogy a hirdetési portálokon, ha lakásról beszélek, pár hónappal ezelőtt még 30 ingatlan lakás volt, amit hirdettek, most már azért közel 50. Jellemző volt az elmúlt időre, hogy mindenki lakást akart venni, minden áron. Ez az árakon is meglátszott. Részben eljutottak már az árak olyan szintre, amit nem fizet meg a piac. Az árak felhajtásában jelentős részben részt vettek a külső befektetők, tehát környező, vagy akár távolabb városokból itt befektetni kívánó emberek. Most inkább azt mondom, hogy a helyi piac, a helyi vásárlók, akik a jellemzők, és ők azért már egy picit mérsékeltebb árat fizetnek meg. Mindent keresnek, a pici lakástól a nagyobb házakig, ami nehezebben kell el a 30 millió fölötti ingatlanok, ott azért gyérebb a kereslet, nincs is akkora kínálat. A befektetési jellegű vásárlás még mindig van, lakótelepi lakások az, ami ezekre jellemző, és természetesen ez kiad a családi házakra. Aki a lakótelepi lakást eladja, valahol lakni szeretne, fiatalok kinőtték, tovább lépnek, ebből adódóan a családi házakat is keresik. Ez a felpörgést mi okozta? Köze van-e esetleg a Paks 2-nek és az ezzel kapcsolatos várható fejlesztéseknek? Részben igen. Én is azt mondtam régebben is, hogy feltétlenül, de azt kell mondjam, hogy az egész országban megemelkedtek jelentősen az árak, és ott nem épül sem, nincs tervezve sem híd, sem Paks 2. A nagyon alacsony banki kamatok. Tehát az embereknek azért csak van megtakarítása, csak van olyan élethelyzet, hogy a lakásból családi házba, vagy kisebb lakásból nagyobb lakásba kell menni, és meg kell lépni, tehát tovább kell menni. De tehát elsősorban befektetés jellegű vásárlások tolták fel az árat, és így ment láncszerűen tovább a többi ingatlannál is. És ezek az árak, ezek hogyan alakulnak? Tehát említetted, ugye, hogy megemelkedtek a vételi árak, ezt szám szerint így hogyan képzeljük el? Tehát mit jelent ez az emelkedés? Klasszikus a lakás, a lakótelepi lakás. Földszint első, második emeleti lakásokat keresik zömében az emberek. A harmadik, negyedik emelet, mivel nincs Kalocsán lift, az egy picit nehezebben eladható. Ezek az árak első, második emeleti lakások esetében kettőszobás 55-56 négyzetméterről beszélünk. Ezek már év elején, év első felében
13-13,5 millió forintért is elkeltek. Volt ettől magasabb érték is, tehát kiugróan magasabb is volt az elmúlt időben. 15 millióért egy nagyon-nagyon szépen felavított kettőszobás lakás. De most az elmúlt két hónapban az az én meglátásom, hogy valamilyen mértékű megtorpanás történt ezen a téren, és a tényleges eladások most már egy picivel visszafogottabb áron. Most nem akarnék százalékot mondani, hogy egy talán 5%-kal már olcsóban. Ami eddig 13-13 félért elment, az most 12 és 13 millió forint között kell el. És várható-e szerinted a közeljövőben, hogy ez még tovább fog csökkenni? Mert említetted, hogy az eladások is kevesebbek lettek, hogy esetleg az eladók ugye még tovább csökkentik az árat, hogy el tudják adni az ingatlanjaikat. Nem tudjuk. Ezért nem tudjuk, hogy mit hoz majd az ősz, meg a hírek ugye természetesen befolyásolják. Itt nagyon-nagyon érzékeny a hídépítésnek a hírére, az erőműépítésnek az hírére. Érzékeny nagyon a piac. Azt kell mondjam, hogy amit az előbb említettem, hogy 30 lakásból most már 50 eladó lakás van a portálokon. Ha valaki el akarja adni, kénytelen egy picit engedni. Most ez a pici engedés, ez nagyjából megtörtént, amit mondtam, 13-13 félről, 12-13 között. Én úgy gondolom, ez körülbelül stagnálni fog. Említetted, hogy a befektetők mindig jelen vannak. Most mennyire vannak jelen? Tehát inkább ők a jellemzőek, vagy a civil eladók? Hát eddig azt mondtam korábbiakban, hogy 10 lakás eladásból 6 befektetési jellegű vásárlás volt. Most én úgy gondolom, ez egy picit változott. Nem tudok pontos százalékot mondani, lehet, hogy 20-30% a befektetési jellegű, a többi pedig életvitelszerűen szeretné lakni, használni a lakást. Említetted, hogy mindenfajta típusú ingatlant keresnek. Mi az, ami, melyik fajta az, ami inkább többször el kell? Tehát lakások fogynak inkább, vagy a családi házak? A lakások, tehát természetesen a lakásoknál nagyobb a pörgés. Aki ott megvásárol, fiatalok megvásárolnak egy lakást, jön egy gyerek, két gyerek, kinövik, 10-15 évig lakják, még lehet, hogy a 15-tel sokat is mondtam, és természetes igény az, hogy egy nagyobbba költözzenek, vagy egy családi házba költözzenek. Erre lehet valamilyen kihatással az államnak, ugye most van ez a csok, meg a babaváró hitel, és egyéb ilyen támogatásai, ez érződik a piacon, hogy megnőttek például az ilyen jellegű megkeresések, eladások? Igen, hát egyértelmű, akinek erre lehetősége van, hogy ezt igénybe vegye, ő ennek megfelelően keres ingatlant. Ugye a falusi csokkal érezhető azért a kereslet a környező falukban is, akár nagyobb értékű ingatlanok. Most a nagyobb érték egy falunkban 8-10 millió forintért, a környező falukban azért az nagyobb érték, és ilyen értékre is vannak érdeklődések már. Környékbeli településekről, melyik azok a települések, amiket leginkább keresnek az emberek? Tehát, hogy Fogtőn vásárolnak inkább több ingatlant, vagy mondjuk Bátyán? Ez nehéz. Fogtőn a híd miatt, meg mások miatt elkeltek elég jól az ingatlanok, de azt kell mondjam, hogy azokat keresik, ami főút mellett van. Tehát Bátya ebből adódóan piacképesebb egy Bátya ingatlan, mint a többi település, ami a Duna menti. Ugyanígy Dunapata is, ő már ugye Dunapata, ez 3000-es település, tehát valamivel nagyobb is, de azért a többi helyen is kellnek el ingatlanok. És Kalocsán belül van-e esetleg olyan terület, amit leginkább keresnek az emberek? Tehát olyan frekventált terület, amilyen kiemelkedő? Hát több is van. Természetesen a lakótelepen vannak a lakások, ami befektetés, meg az ár miatt olcsóbb. A érseket mögötti terület, Bürgerkert, tehát itt a Vajas túloldala, a kertváros, a belváros, ahol kevés az új, meg a felújított lakás, de hát van, aki a belvárosban szeret lerakni. És ugye a végén egy ilyen összegzésképpen, ugye az elkövetkező néhány időszakban te mit vársz a piacon, milyen változásokat tudsz így előrevetíteni, amit te így most már látsz? Hát ezt nem lehet tudni. Én most, ha jósolni szeretnék, akkor azt mondom, hogy pici megnyugvás. Tehát ez a sokan úgy gondolták, hogy ezek az árak a végtelenségig fognak emelkedni, ez bebizonyította most az elmúlt egy-két hónap, hogy ez nem így van. Főleg amikor a helyi piac, a helyi kereslet határozza majd meg az árat, de természetesen, amit az előbb is említettem, hogyha itt valami hír lesz az erőműépítéssel, hídépítéssel kapcsolatban, az újra adhat egy kis lökést. Konkrét példa, tegnap voltak Paksról fiatal házaspár, akik bíznak a híd felépülésében, és Kalocsán kerestek családi házat, mert féláron kapnak, mint Pakson.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán elnyert forrásokból jelentős fejlesztések történtek a Kalocsai Szentkereszt Kórházban. A szeptember 30-áig megvalósuló beruházásokról dr. Móca György, az intézmény vezetője számolt be. Dr. Móca György a helyi sajtó munkatársainak számolt be arról, hogy a JETA kuratóriuma által kezdeményezett választásnak köszönhetően már nem csak önkormányzatok, de a területükön működő kórházak, egészségügyi intézmények is pályázhatnak fejlesztési célokra. Ennek köszönhetően a JETA pályázatán a Kalocsai Intézmény B épületében nyílászáró cserék történtek. A B épület 107 ablakát cserélték ki, az energetikai korszerűsítés, illetve az ezzel járó esztétikusabb megjelenés érdekében. A beruházás értéke 20 millió 515 ezer forint. Az intézmény vezetője arról is beszámolt, hogy ugyancsak 2017-es pályázati ciklust érintően a kórház jelentős ilyet a támogatás kapott a műszerbeszerzésre is. 2017-ben kiírt JETA pályázat, ugye, ami a Paksi Atomerőmű által kiírt pályázat, ez a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázat. Ott összességében 36 millió 543.405 forintot sikerült nyernünk a pályázaton. Ebből közel 17 millió forintért sebészeti eszközöket, elsősorban traumatológiai, tehát baleseti műtétekhez szükséges eszközöket, kézi sebészeti eszközöket vásárolunk. Ezen kívül még, ugyancsak ezen pályázat keretén belül, karműtőasztalt, azon kívül laparoszkópos sebészeti kézi eszközt, illetve úgynevezett lemezhajlítró traumatológiai műtétekhez eszközt vásároltunk, tehát még egyszer mondom, 36 millió 543 ezer forint értékben. Jelen pillanatban ezen pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott, az eszközöknek a Kalocsai Kórházba történő szállítása folyamatban van. A főigazgató helyettes fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a JETA 2018-ban kiírt pályázati felhívására két fejlesztési célra benyújtott igényük is szintén kedvező elbírálásban részesült. A következő évben, vagyis 2018-ban kiírt JETA pályázat nagyon sikeres volt a kórház számára, hiszen két tulajdonképpen egymástól független pályázatot sikerült megnyernünk. Az egyik egy 10%-os önerővel bíró pályázat, ami végösszege 27 millió 158.440 forint. Ebből gyakorlatilag egy nagy tudású ultrahang készüléket tudtunk venni, ez egy 2D-s készülék, közel 25 millió forint értékben. Két betegőző monitort 1 millió 200 ezer forint értékben, és egy fiberoszkópot 951 ezer 300 forint értékben. A fiberoszkóp gyakorlatilag a különböző műtétek esetén, ugye az altatáshoz, illetve hát gyakorlatilag olyan eszköz, amelyik endoszkópos módon a tüdő, illetve a légcsövekben lévő állapotot fel tudja mérni. A másik pályázat az egy, tehát ez volt az úgynevezett 10%-os önerős pályázat, a másik pályázat az egy önerő nélküli pályázat volt, ott 19 millió 913 200 forint értékben sikerült eszközöket, hát pontosabban eszközökre pályáztunk és megnyernünk. Ebbe tartozik két darab központi monitor. Ugye ennek a jelentősége abban van, hogy az egy-egy központi monitor a sürgősségi osztályra, illetve az intenzív osztályra fog kerülni, és az egyes betegágyaknál lévő önálló ellenőrző monitoroknak tulajdonképpen a megjelenő értékeit kivetíti egy központi panelre, és ezt gyakorlatilag az ügyeletes orvos, illetve nővér ott együtt látja, tehát rögtön tudnak közbelépni, amennyiben a betegek állapotában elváltozás történik, és ez a monitor jelzi. Ennek az értéke 6 millió 633 ezer forint, a
következő, amit nyertünk ebből, úgynevezett szövetkiágyazó és bejelentő asztal. A patológiának van erre nagy szüksége. A különböző szövettani vizsgálatok kapcsán ezeket a szövettani anyagokat gyakorlatilag kiöntve metszeteket készítenek, és ezen keresztül tudják gyakorlatilag vizsgálni. Ennek értéke több mint 5 millió forint volt, és a harmadik tétel, amit sikerült ebből megnyernünk, illetve vásárolnunk, az pedig egy terápiás videobronhoszkóp. Itt ugye a tüdőgyógyászoknak nyújt ez nagy segítséget, tekintettel arra, hogy a tüdő tükrözéshez meglévő eszközünk, hát az már egy közel 15-20 éves eszköz, és hát meglehetősen rossz állapotban van, úgyhogy mindenképpen időszerű volt ennek a cseréje. Ezt 8 millió 255 ezer forint ér, vagyis összesen a három tétel közel 20 millió forintos összeget tesz ki. Pillanatnyilag a 2017-es és 18-as ETA pályázaton nyert összegek eszközvásárlásával azt kell, hogy mondjam, hogy a kórházunk egy nagyon jó eszközpark pozícióba jutott, és hát nyilván ez majd a betegeknek az ellátásában is meg fog jelenni. Továbbá energetikai korszerűsítés is lezajlott az intézményben, melynek során a B épület többnyi lezárója és cserére került. Tulajdonképpen a 2015-ben elkezdődött projekt építve a beruházása kapcsán, ugye ez az 1,1 milliárdos beruházás, ennek kapcsán kimaradt 107 ablakkeretnek a cseréje, ugyanis erre már nem jutott pénz. Ezt utólag pótolva sikerült erre pályázaton nyernünk pénzt, és gyakorlatilag hát ez is megvalósult, úgyhogy most már gyakorlatilag ez a dolog is rendben lesz. Egy fórum keretében alakult meg városunkban a Vállalkozói Klub. A rendezvényen előadást tartott Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, és Font Sándor országgyűlési képviselő is. A szakemberektől többek közt az üzleti lehetőségekről hallhattak beszámolót a résztvevők. Megtelt a kamara teremhelyi vállalkozókkal, hiszen alakuló rendezvényét tartotta a Kalocsai Vállalkozói Klub. Az egyik ötletgazda Sziráki Szilárd, a megyei iparkamara alelnöke volt, aki fogadta a vendégeket, és mint köszöntő beszédében elmondta, azért kívánták létrehozni ezt a fórumot, hogy legyen egy lehetőség és hely arra, ahol a kalocsai üzletemberek egyebek mellett tájékoztatást kapnak például az őket érintő pályázati lehetőségekről. Az előadó közt volt Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki az iparkamara szempontjából összegezte a gondolatait. Alapvetően elmondhatjuk azt, hogy Magyarország az elmúlt időszakban egy nagyon pozitív pályán mozog. Nincs olyan makrogazdasági mutatónk, ami negatív lenne. Európa legjobb országai között vagyunk ilyen értelemben. És hát a nagy kérdés ennek a fenntarthatósága hogyan alakul. Tehát a következő időszakban is tudunk ilyen pályán mozogni. Hogyan látják a vállalkozók, mennyire rugalmasak, mennyire aktívak, mennyire szaporodnak? Én nem gondolom, hogy sokkal több vállalkozás kellene, hanem hatékonyabb vállalkozások kellenek. És ebben azt gondolom, hogy Kalocsának óriási távlatai vannak, hiszen itt egy picit álmos kisváros az, amit a mindennapokban esetleg látunk. Nem szeretnék senkit megsérteni ezzel, nehogy félreértés legyen belőle. Ugyanakkor maga az országgazdasági teljesítménye az rendkívül jó. Most ezt a kettőt érdemes összehangolni, tehát én azt gondolom, hogy ha Kalocsa tud befektetőket vonzani, tud egy vállalkozásbarát környezetet építeni, olyan szakképzést, olyan oktatást, olyan felnőtt képzést, amire a gazdaságnak szüksége van, akkor óriási távlatok vannak a város előtt. Hogy fogadta ezt a meghívást, hiszen ez egy kezdeményezés, hogy többször is lesz ilyen vállalkozói fórum itt Kalocsán, mennyire fontos ez a vállalkozások működésében? Hát ez tipikusan a polgárosodásnak a jelképe, hogyha a város politikai vezetése és a város gazdasági
vezető ereje együtt tud működni. Ez minden fejlett országban igaz, és a magyar történelemben is így volt, hogy a politika és a gazdasági szereplők meg kell, hogy találják a kapcsolatot, az együttműködésnek a lehetőségét. Itt a vállalkozók el tudják mondani, hogy hogy látják a város jövőjét, hogy látják a saját vállalkozásuknak a jövőjét. Egy vállalkozói perspektívából tudják a döntéshozóknak megmutatni azt, hogy mit kellene csinálni. Másik oldalon pedig a döntéshozó belelát a vállalkozók szemüvegén keresztül, vagy nézőpontján keresztül abban, hogy milyen a gazdaságnak a működése. Tehát ezt, hogyha jól csinálják, akkor ez tipikusan a polgárosodásnak egy eleme. A vendégeket Font Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke is köszöntötte. A politikus beszédében hangsúlyozta, hogy számtalan lehetőség nyílik meg a vállalkozások fejlődésével kapcsolatban, például a Paks 2 vagy az új Duna híd felépítése kapcsán, és ennek pozitív hatásait a munkavállalók is megérzik. Szeretném érzékeltetni az itt levő vállalkozókkal, hogy nincs további 5 éve Kalocsának abban a lejtmenetben, amit az utóbbi évben, 5 évben megéreztünk, hiszen olyan környező települések, mint Paks vagy Netán, Kiskörös, ami hasonló nagyságrendű, rendkívül dinamikus számokat produkált, hiszen az ország egy nagyon erős gazdasági fejlődésben van, és ennek a fejlődésnek a vetülete nem egészen testesedett meg itt Kalocsán. Vannak nagyon szép eredmények, de összegészében még mondhatjuk azt, hogy van mit javítani. Szeretném érzékeltetni, hogy egy olyan vállalkozói klub, amely most itt egy alakuló ülését tartja, és nagy megtiszteltetés, hogy Parag László, az Iparkamara országos elnöke a vendégünk, egy mindenkori polgármesternek egy tanácsadó testülete lehet. Így működik ez sok helyen. Én, akitől ugye nem idegen azt mondanom, hogy teljes gőzzel dr. Fillé Géza jelöltségéért, polgármesteri válásáért kampányolok, szinte kötelező jellegűnek gondolom, hogy a vállalkozókkal folyamatos kapcsolattartást kell, hogy biztosítson. Merre felé haladjunk, mit csináljunk az iparűzési adó felhasználásával, amit nincs mese, a vállalkozók fizetnek meg. Mi az az irány, ami miatt úgy gondoljuk, hogy Kalocsa élhetőbb lesz, hogy trendi lesz Kalocsa, hogy a fiatalok itt szeretnének maradni, hogy elkezdődne a lakásépítések száma növekedni, mert ma nagyon alacsony Kalocsán. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok nem itt tervezik a jövőt, ez megdöbbentő. Milyen eredményt fog hozni a híd felépítése, bekapcsolódva azonnal a gyorsforgalmi úthálózatba. Mi fog történni itt a paksi atomerőmű építkezés következtében? Milyen feladatok, kihívások és óriási lehetőségek lesznek a vállalkozóknak? Szóval azt gondoltuk, hogy mindezek a információk az a legjobb, hogyha a legelső kézből származnak, így aztán a Parag László a vendégünk. Ők még nem tudják, de majd be fogom jelenteni, hogy a klub következő vendég az maga Varga Mihály miniszter úr lesz, aki pedig úgy érzékelem, hogy Magyarországon leghitelesebben tudja majd elmondani, hogy mire figyeljenek a vállalkozók, merre tart ma a magyar gazdaságpolitika, és erre hogyan lehet rá szuperponálódni, ráülni erre elég gyorsan mozgó szekérre. Egy trendi város szeretnénk Kalocsából varázsolni itt a következő időszakban. A gazdaság mely területén fejlődhet Kalocsa? A mezőgazdaság vagy az ipari része? Nézzek, Kalocsának van egy klasszikus mezőgazdasági ősi része, ami talán a fűszerpaprika termesztésből híres, de legyünk őszinték, ma már a fűszerpaprika termesztés visszaszorulóban van, és a szántóföldi növénytermesztés ad néhány komoly vállalkozásnak megélhetési lehetőséget, de ez nem tömeges, valljuk be őszintén. Ami a tömeges lehet, az bizony a foglalkoztatás. Én úgy látom, hogy ma a kalocsaiaknak legnagyobb igénye, hogy a foglalkoztatás kiteljesüljön, és legyen rendesen megfizetve az ő munka erejük. Erre felé kell irányulni, rendkívül komoly lépéseket fogunk tenni, hogy az ipari parkrendszer kiépüljön, hogy a paksi építkezés következtében minél több vállalkozásnak legyen beszállítói lehetősége, ide települési szándéka, tehát munkahelyteremtés, és ehhez társuljon egy tisztességes fizetés, és mondom, trendi legyen Kalocsán élni. Érezzék úgy, hogy nem a lecsúszás lehetőségét választom akkor, amikor Kalocsát választom lakhelyemű és munkahelyemé, hanem egy olyan Magyarország területi közepén lévő város, mert nézzük meg, szinte erről beszélhetünk, ahol egy Dunapartja van, ahol a M6-ost elérem, és egy pillanat alatt elérek egy nagyváros Netán az M8-as megépülésével a Balaton északi partját. Szóval egy jó helynek kell lenni Kalocsának, és ehhez a vállalkozásokkal kell kezdeni, akik munkahelyet teremtenek nekünk.
Képviselő urat személy szerint meg szokták keresni a vállalkozók, a kalocsai vállalkozók is szoktak mondjuk panaszkodni, vagy mondják, hogy mi a helyzet itt városunkban? Utoljára akkor hallottam panaszt, amikor egy ingatlanadó bevezetéséről döntött a most leköszönő önkormányzat. Én el nem tudom képzelni, hogy még más városokban mindenki a vállalkozókat szeretné oda csábítani, itt szinte megijesztették, elijesztették a vállalkozásokat. Ezzel a döntésükkel ez számomra érthetetlen volt. Egyébként hála Istennek inkább akkor keresnek, amikor elképzelésük, jövőképük fejlesztési ötletük van, hogy jó irányba gondolkodnak-e, és ebbe ez a kormányzatnak milyen támogatása van, milyen pályázati kiírásokra számíthatnak, és esetlegesen egyet tudok-e érteni az ő fejlesztésükkel, és ezt tudom-e lélekben támogatni. És én minden fejlesztés, amire azt látom, hogy a Kalocsa érdekében történik, az nagyon nyugodt szívvel azt mondom, hogy igen, kezdj bele és csináld. Már tervben van a vállalkozói klubsoron következő rendezvénye, ahol, mint elhangzott, várhatóan Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes nyújt tájékoztatást a vállalkozóknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a Tar Kft.